A várakozáson alul szerepelt eddig a szezonban a PVSK Veolia felnőtt férfi kosárlabda csapata, hiszen jelenleg 5 győzelemmel és 8 vereséggel a 12. helyet foglalják el a tabellán. A vezetőség tehát úgy döntött, hogy felmenti Dragan Alexicset, és az addigi másodedzőt, Andriát Csiricset bízza meg a vezetőedzői feladatok ellátásával. In their heads, their, um... A változások mindig nehézségekkel járnak, akár játékost, akár edzőt cserélnek le. De talán az utóbbi még többel, hiszen egy edzőváltásnál szinte minden átalakul, köztük a csapat, a hangulat és az edzések is. A játékosokra is különösen nagy hatással van, ha egy új szemlélettel találkoznak, elkezdenek többet gondolkodni, és a kezdeti bizonytalanságot legyőzve tudják teljesíteni a tőlük elvártakat. A szezon eddigi részében is együtt dolgoztam a fiúkkal, és ez a jelenlegi helyzetben nagyon sok segítséget jelent nekem is és nekik is. Fontos és nehéz mérkőzések várnak még ránk, és szeretném, ha a tőlünk telhető legtöbbet tudnánk letenni az asztalra. Remélem, ez a változás összességében jót fog tenni a fiúknak, és közösen jó eredményeket tudunk elérni. A Paks elleni találkozón már Csirics irányította a csapatot, és ha bár a mérkőzést nem sikerült megnyerni, jó úton haladnak a fiúk, és még sok munka vár a PVSK-ra. Bíznak benne, hogy az új vezetőedző habitusa, lelkesedése és tapasztalata ad akkora lökést a játék hogy kimásszanak ebből a gödörből, és újult erővel közösen egy sikeres szezont zárjanak.